A maratonfutásnál nagyobb távokat nevezik ultrának. Ilyen ultrafutó Horváth Tamás is, aki nemrég érkezett haza Görögországból. Tamás 2016-ban kezdett hobbi szinten futni, ma már a futás az élete szerves része. Az elmúlt években számos rangos versenyen indult, ahol rendre kiváló eredményekkel ért célba. Horváth Tamás elért eredményei, valamint sorsolások alapján lett rajtlistás. Az ultrafutás azt jelenti, hogy 42 kilométernél többet futnak, vagyis 50, 60, 100, 160 vagy akár 200 fölötti kilométereket is futnak, azt hívják ultrának. A maratonnál nagyobb távokat hívják. Görögországban volt a Spartatlon, ez egy 246 kilométeres verseny, aminek a szintideje 36 óra, és ez a híres Atén-Spárta közötti szakasz, amit úgymond a híres futárnak az útvonalát járja be, amikor a perzsák a spártaiakhoz ment segítséget kérni, és a futár ezt az útvonalat járta be, és ez az a 246 kilométeres szakasz. Heti 5 fizikai edzéssel készült Tamás, ezen kívül pihenőnapokat is közbeiktatott, és különböző erőléti edzésekkel erősítette magát a nagyútra. Mi sokszor inkább itt a Békeparkban, úgymond szintedzéseket, ugye iramfutásokat vagy repülőfutásokat tartottam, amikor szakaszosan gyorsulunk vagy lassítunk, amivel az erőlétemet, illetve a pulzusomat javítottam, illetve hétvégénként ki volt írva hosszabb futás, nagyobb távok, 30-40 kilométerek voltak írva. Nagyon nagy eredmény nem értem el, mert ugye a szintidőből kicsúsztam, de így is elégedett vagyok a versennyel, mert hogy idáig eljutottam. Bízok benne, hogy majd később megint bekerülök a csapatba, és újból revansot tudok venni a sérelmeimen. Minden tehetséges fiatalt fel kell karolni. Horváth Tamás ezek közül is messze kilóg a sorból. Ezzel a sportággal még senki nem próbálkozott Dombóváron, ha esetleg mégis, akkor ilyen magas színvonalra nem emelte, mondta Pintér Szilárd polgármester. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy 24 magyar társaságában ő képviselette Dombovárt, és nagyon szépen köszönöm neki, hogy ezt a teljesítményt ő felvállalta, hiszen ő azért nem keveset dolgozott. Számomra meglepő volt első beszélgetésünk során, hogy 2016-ban kezdett el csak futni, azt gondoltam, hogy egy komolyabb sportmúlttal bír az az ember, aki elgondolja, hogy közel 250 kilométert le fog futni. Nyilván nagyon örültem volna, hogyha ő nagyobb sikerekkel tért volna vissza, és nem Dombovár város miatt mondom ezt, hanem saját maga miatt, hiszen azt gondolom, hogy az a befektetett munka, amit ő elvégzett, hogy eljusson odáig, egy apró tévedés mentén gyakorlatilag elszállt, de hát én remélem, hogy jövőre, vagy az következő években lesz lehetősége ezt a hibát kijavítani. Találja meg önmaga igazát, érjen sikeresen célba, tette hozzá polgármester. Pintér Szilárd megerősítette, hogy lehetőség szerint minden segítséget megad a város Horváth Tamás ultrafutó további kitartásához, sikeréhez, és hogy legközelebbi útja biztosítva legyen, és elégedettel jöjjön haza jövőre Görögországból.